A kárpátaljai magyarság mindig abban volt érdekelt, hogy Magyarország és Ukrajna kapcsolatai jelentősen javuljanak, és olyan együttműködés jöjjön létre, amely mindkét országnak és a Kárpátalján élő magyarságnak is megfelelő. A két ország közötti kapcsolat a rendszerváltást követően kifejezetten jó volt. Az elmúlt években azonban csökkenő tendenciát mutatott az egymás iránti pozitív megnyilvánulás. Sarkítva, ennek egyik oka az, hogy Magyarország nem állt be a fegyvereket szállító országok sorába. A másik pedig a nemzetpolitikai hozzáállás, miszerint oda kell figyelni minden magyar emberre, éljenek azok az anyaországban vagy a világ bármelyik részén. Ez a fajta nemzetközpontú politika a fiatal Ukrajnában csupán a háború kitörésével kezdett feléledni. A 2024-es év fontos eseménnyel indult a kárpátaljai magyarság számára. Január 29-én Ungvárra látogatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy találkozzon ukrán kollégájával, Dmitro Kulebával, valamint Andrij Jermakkal, az ukrán elnöki hivatal vezetőjével. A felek a zárt ajtók mögötti találkozón beszélték meg a kétoldalú együttműködés kérdéseit, és természetesen a kárpátaljai magyarság ügyét. Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország nem kér többet, csak a kárpátaljai magyarok azon jogainak visszaállítását, melyeket 2015 előtt birtokolhattak. 2015 óta lépésről lépésre születtek olyan jogszabályok Ukrajnában, amelyek a magyar nemzeti közösség jogait egyre inkább csökkentették. A tavaly decemberben az ukrán parlament elfogadott egy jogszabályt, amely ezt a negatív spirált kétségtelenül megállította, és ezt mi nagyra értékeljük. Ugyanakkor nekünk van egy kérésünk, talán nem túlzás, és nem veszik tiszteletlenségnek a kollégák, ha az elvárás szót használom ebben a kontextusban, amely arra vonatkozik, hogy a 2015-ben már létezett jogaikat a magyar nemzeti közösség tagjai kapják vissza. Szijjártó Péter, Dmitro Kuleba és Andrij Jermak a kárpátaljai magyar közösség vezetőivel is találkozott. A jelenlévők köszönetet mondtak Magyarország fáradhatatlan odafigyeléséért és támogatásáért. Hangsúlyozták továbbá, hogy abban érdekeltek, hogy a két ország között baráti viszony legyen. Nagy reményeket fűzünk, hogy a mai naptól teljesen más magaslatra kerül. Az amúgy is jó ukrán-magyar kapcsolat, de a mai nap nagyon sokat hozott és tett hozzá, oly mód, hogy gyümölcsözőbbé tegye, tartalmasabbá tegye, biztonságosabbá tegye, hogy tudjunk haladni, mivel Magyarország számunkra az első ország, akire mindig számíthatunk, aki mindenben támogat. Magyarok vagyunk, egyértelmű, hogy Magyarország számunkra a legfontosabb ország az európai országok között, és a mai nap ezen a téren óriási lépés. Magyarország külgazdasági és külügyminisztere több ízben is kifejezte köszönetét Viktor Mikitának, Kárpátalja katonai kormányzójának, hisz elmondása alapján neki is köszönhetően nem rendült meg a megyében élő különböző nemzetiségek több száz éves békés együttélése. A kárpátaljai magyarokat a hivatalba lépésem első napjától meghallgatom. Szívvel, lélekkel viszonyulok a közösségünkhöz, függetlenül attól, hogy éppen a magyar, szlovák, ukrán vagy más a megyénk területén élő közösségekről legyen szó. Fontos, hogy fenntartsuk a nyugalmat és a békét. Kárpátalján szó sem lehet a stabil helyzet felborítására irányuló bármiféle kísérletről, akár etnikai, vallási vagy más alapon. Természetesen Ukrajna minden lakosa ragaszkodni akar a gyökereihez, és meg akarja őrizni az anyanyelvét. És ennek megfelelően mindenki küzd is a jogaiért. Mi egy európai ország vagyunk, amely integrálódni akar Európába. Így természetesen be fogunk tartani minden nemzetiségi jogot. A magyar delegáció tagjaként Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára is Kárpátaljára érkezett. 2020 óta először járt a vidéken, hiszen az ukrán állami szervek 3 évre kitiltották Ukrajna területéről, több más magyar politikussal egyetemben. 2020. október óta nem voltam Kárpátalján, illetve Ukrajnában. Megmondom őszintén, hogy egy ilyen vegyes érzéssel léptem át a határt, nem is voltam benne biztos, hogy átengednek, de hát örömmel vettem azt, hogy ez sikerült, és jó volt látni újra
ezeket a településeket. Jó volt újra a magyar vezetőkkel Kárpátalján találkozni, beszélgetni. Szeretnék köszönetet mondani mindenféleképpen Bacskai József főkonzul úrnak is, munkatársainak is, akik egyébként nagyon sokat segítettek abban, hogy a találkozó létrejöhessen. Kárpátalján bíznak abban, hogy a mostani találkozó végre olyan irányba mozdítja el a két ország kapcsolatait, melynek köszönhetően az itt élő őslakos, mintegy 150 ezres magyarság ismét gyakorolhatja az amúgy Ukrajna alkotmányában korábban is biztosított jogait.